Gazdag programkínálattal várja a családokat a Kanizsai Kulturális Központ a hétvégén. Pénteken a HSMK-ban Tihanyi Károly szocioportréiból nyílik fotokiállítás, de az érdeklődők találkozhatnak Gelsei Bernadett pszichológussal is, aki új könyvét népszerűsíti Nagy Kanizsán. Aznap este jazz koncert is lesz a Móricz Zsigmond művelődési házban. A műfaj rajongója Bacsó Kristóf triádot hallhatják majd. Szombaton a Megyaszai házban folytatódnak a programok, kézműves játszóház majd kerekítő és táncház várja a gyerekeket és szüleiket. A Magyar Népmese napja alkalmából este Budai Ilona Mesemondó népdalénekes tart ugyanitt előadást. Ezekre a rendezvényekre a belépés díjtalan lesz, majd pedig vasárnap egy szabadtéri programra várjuk az érdeklődőket délelőtt 10 órától családi túranap lesz a kalandozással a csótó körül, a Teleki utcai víztoronynál lesz a gyülekező, és a túravezetője is László lesz. Ezt a programot a Kanizsa Kultúra Egyesülettel közösen szervezzük. Tehát ez lesz a családi hétvége komplex programja. Én bízom abban, hogy sok családot meghívhatunk, invitálhatunk ezekre az eseményekre.